Na jó, amint éppen láttok, az egy Linux mintes asztal. Itt látjátok egyébként, hogy Linux mintről van, szóval egy KDS felületbe van ágyazva, tehát a mögötte lévő motor az egy KDS motor, itt látjuk. Na, a lényeg az, hogy külön asztal van mind a három monitoron, tehát az A, a B, meg a C monitor, ugye az egy külön asztal. Itt a memóriafoglalást látjuk, az osztott memóriát, a processzor terelését, ez most nem olyan fontos, itt látjuk a TS-t. És az az érdekes dolog, hogy mihelyest átmegyek a másik asztalra, más a dolog, és nem tudom, valamit elnyomtam, tehát itt arrébb lehet húzni az ikonokat, vágod? Na, itt nem. De cserébe nem probléma ez nekünk, mert viszont lehet forgatni az ikonokat, érted, így fejjel lefelé, és ki lehet nagyítani a kívánt méretű ikonra. Tehát nem lehet arrébb húzni valamilyen hiba miatt, amit sajnos nem értek, hogy miért nem, de tök frankom el lehet fordítani, és akkor az úgy de jó. Tehát még itt a beállításokon, még itt eszközölnöm kell egy dolgot, nem nagyon tudom, hogy mit állítottam el. Tehát a két asztal teljesen külön vezérlődik, és most ezt az asztal metódust kéne itt is aktiválnom, de egy általános méretbeállítás, vagy valami hasonlót így elnyomhattam, ezért kerültem abba a helyzetbe, hogy ilyen ferd az ikon, oda fordítom, az ikontól akarom, ilyen diszkrét 20 fokos szöget így beállítok, aztán később majd megoldom. Jó? Ezt akartam.